Amúgy szerintem ez tök jó újítás, vagy nem tudom, a régiekben volt ez, hogy nem izé nyomod a gázt, aztán elenged, hanem neked kell rajtolni, ez tök logikus. Igen, ez jó, nagyon jó. Ó, panyek! Ez itt szóval. Fájt a lába. Na, mi történt? Van egy kurva nagy vízfolyam rajta. Áó. Lábujjamot. Ezt hogy vágom ki a videóból, miközben rajtolunk, azt nem tudom, de lehet, hogy sehogy. Hogy micsoda? Semmi. Na rajt van, jó kis esős brazil nagy díj. Most sikerült? Hát nem nagyon. Mi? Mi történt egint? Ja, most csak izére fogtam. Biztonságira, de úgyis itt előző. Hát jó, te jó helyen vagy, én kívül. Ne, miért van sárgazászló? Francba. Én voltam. Így most nem előzhettem. Csak kiforgattak. Az jó, csak én nekem illegál overtake lett volna, ha elmegyek okom mellett, így meg jó lemaradtam. Ó, bazd meg. Hány fokat? Ja, 82 fokat a hátsó, az annyira nem tetszik. Azta. Neki. Én valamiért úgy megforogtam az első kanyarul, mint annak a rendje. Megforogtál. Jó lesz. Hol vagy? 20. vagyok. Vezény legvégén. Tényleg. Nézd meg a minimapot. Nem tudom is. Hát nem tudom, hogy Hülkenberg volt-e, vagy csak én gyorsítottam ki szarul. Nem tudod rámenni. Nagyon csúszik itt. Minden csúszik. Őre vége. Ezer évre nem mentem ezen a pályán, úgyhogy lehet, hogy én voltam balfasz, úgyhogy... Hallod, nagyon csúszik, nem? A kigyorsítás nem, a harmadszor megy a fenekre. Nagyon csúszik, igen. Azt a kurva. Dani a pályán nem bír maradni. Fasz meg! De én nagyon! Adott már egy... Hú! Adott egy 3 másodperces penáltit. Igen. Hát én lehet, hogy ezen nem fog szarakodni, inkább kirém meg a picsához. Hát de akkor uncsi lesz, az most itt tartani fog, hogy 20 percig. Ricardo vezet? Az nem rossz. Ez borzalmas, én nem fog semmit följönni. Hát de Dani, ők kimennek egyszer, szerintem én ilyen totolja tempóban nem fogok semmi gumit fogyasztani. Borzalmas lassúak amúgy mellesleg. Igen, ők is lassúak, hát csúszik, mint az állat nekik is. Én biztos, hogy nem megyek ki. Szerintem én se. Nem is nem éri meg. Basztos, nem tudom a pályán tartani az autót. Sárga zászlóval hát, megint? Hogy mögöttem, vagy hol? Aha. Valaki ki fog állni. Itt meg már az őt? Nem tudom, hogy ki. Na, ki állt ki? Van Dorn és Alonso Gostolt, úgyhogy meg tudtam előzni. Annyira nem megyek lassan. Mennyit mentél? 22-4-et. Akkor gyorsabban mész nálam, baszki, 23-2-t jöttem. Most mentem is gyors, a leggyorsabb kör volt. Na, én lassú és nehéz munkával visszaküzdöttem magamat ide a pontszerzőhegyek mögé. Mármint, hogy azon vagyok már most is, csak utolértem őket a 9-től fölfele. Egyben van az egész, amúgy csak kijönnek, jók leszünk. Csak jöjjenek. Szerintem jönni fognak. Most kéne úgy előznöm majd, hogy közben... Nincs értelme kimenni amúgy, hallod, 11%-on van a gól. Apa, enyém 14 mondjuk, 17 a hátsó. Azért én használom. A hátsó az nekem? Az 16-on van nekem. Hát nekem rosszabb, nekem 20 fölött. Jó, még ti mind a ketten kipörögtetek, azért a hátsó nagyon el van kopva. Ahhoz képest még mindig az enyém a legjobban, nem tudom miért. Biztos sokat driftelek, én mindig így megyek egyébként sajnos az esőből, egy kicsit így csúsztatom. Viszont a benzin az kritikusan fogy. Én azt standardon hagyom, hogy kibírja szerintem végig. Hát nekem is csak... Ja. Nekem még 1.79, még simán van. Hát nekem 1.65. Én azt mondtam, én szoktam meg a pályát, vagy már... Itt-ott esetleg rázót is lehet csípni, vagy nem tudom. Lehet csípni, hát szerintem minden, szárad. Én nekem mindenki csúszik. Igen, 6/10-es Lila szektort mentem. Én most nem, mert előztem a körben, de amúgy stabilan megérzem. Fantasztikus 1.24-es körön nézre vagyok jutott. Úgyhogy én nem tudom. Gábor, tényleg jött ide elég jó. Most még nagyon keresztbe álltam az 1-1-esben, meg Rozsan megállt. Most nagyon mondogatja, úgyhogy 2 körön belül elvileg teljesen fel fog száradni. Annyira azért nem, de... Az előbb álljon el. Nekem meg most azt mondta, hogy az interek tökéletesek. Ja, ez jó. Rég nekem is Jeff mondogatja. Nyilván. Neked már csak neked a Toro Rosso Jeff mondja.
Jéj, egy bened. Ne, Räikkönen, a jó édes anyádat már elnézést kérek, de egyszerűen csak visszatolt. Jó van, nénikédet. Bele is tölti a szárnyat. Van változás a körülményekben, mert borzam még lassabbak, mint voltak. De most érted? Előtte vagyok, és direkt kitol tovább, úgyhogy a hátsó kerekemet nyomja, és hogyha nem kormányozok ellen, és megyek jó szélesen, akkor még be is forgat. Úgy vigyázok, mint a tojásokra, de nem lehet. Figyelj, ez fel fog száradni, ezt most megmondom. Én azt mondom akkor is, hogy ez a 10 kör alatt nem fog annyira, hogy megérje a box kiállásod együtt, ami egy fél perc. Most érted, most megyünk... Mert az eső elállt. Megyünk 1.22-ket. Ha ez eláll az eső, akkor, ha eláll az eső, akkor ezzel a gumikkal is lemegyünk 1.20 alá. És száraz gumikkal mondjuk megyünk 12-ket. Ne! Péter, mit csinálsz? Ne, Räikkönen! Mi? És ki? Mi? Kirakott? Mi? Miért? Mi az, hogy terminali damage-d? Melyik része az első szárnynak volt terminali damage-d? Hát mitől? Hát nem álltam bele jobban a falba, mint máskor. Räikkönen elnézte a jó... Oda. Olyan jó verseny, annyira jó verseny volt. Én ezt nem hiszem el, ezt nem hiszem el. Nem tudok menni. Én most olyan ideges vagyok, hogy még nem voltam ideges ettől a játéktól soha. Ki kéne menni? Elállt az eső tezibe. Teljesen állt, ilyen. Nem éri meg, csak hogyha ők kimennek szárazért, és még mindig gyorsabb az esőgumi, látszik. 4 másodpercet vesztettem ebbe a körbe. Hát akkor biztos, hogy nem lesz jobb a szárazgumi. Na, kimentek páran a boxba. Egyelőre intereket mutat. Na Gábor, ez nagy hülyeség volt. Igen. És intereken is maradtak, szerintem, mert még mindig mindenkinek intert ír. Ezt elbasztam, igen. Bottas, Massa, Verstappen, Hülkenberg, Sainz. De a picsába már komolyan mondom. Na, mit van? Az igen, Dani. Nem tudok menni. Ez akkor gyere ki hozzám a Spectatorbe. Mit raknak fel amúgy? Mindenki Inter van. Nem baj, legyen. Ne menj ki, hallod, ne! Gábor, kitagadlak. Így meg aztán pláne. Te meg magadtól adottál egy győzelmet, teljesen önszántadból. Na az lesz a jó, ha még ezen majd jól csúszkálsz. Az nagyon jó lesz. Ugyanis ez a pálya még ízes. Igen, amúgy. Én mindjárt kilépek, mert... Én annyira nem mentem jól. Ami ez a pályán... Gábor letolja a pályáról. Verlány és Ericsson a 16.-17. helyen. Csak ebben az egyenesben veszített 0.3-et Grosjeanhoz képest. Ericsson vagy Wehrlein előz. Wehrlein megcsinálná a manővert, ha Gábor bevenni a kanyart, így viszont nem. Gábor és a két Zauber kálváriája még mindig tart, székfejlő tájékoztatásra. Hát mondjuk most már egyre jobbnak tűnik, úgyhogy Gáborom, hát háta. 12.5 másodpercre vagy a 14. Mr. Grosjeantól. Perez kiment a boxba. Mit tesz föl? Hát kérlek, alássam, még mindig intermediate-et ír neki a cucc. Intert rakott Intert is rakott. És visszajön eléd.
Na, Spinális Gábor küzdelme. Marcus Ericssonnal. Ericsson kívülről próbálkozik, és duplán, triplán forgat. Nem engedné el meg Gábor, mert miért engedné el? Megmondtam én, ezt felejtsük el, elbasztam, igen. Ezt a futamot. Jó van. Hallod? Ezt láttad? Én ennél fele ekkora ütközésre lettem Terminál Damage, hát én ezt nem hiszem el, gyerekek, ez szerintem direkt szivatna végre.